Minden hétköznap reggel, ima pajzs. Keresek valakit, aki a falakon áll. Keresek valakit, aki a résekre áll, az országért, a nemzetünkért. Ezért imádkozom szellemben, és imádkozom értelemben. Ima pajzs. Halleluja, dicsőség az Úrnak! Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntelek téged, aki most nézed ezt a műsort. Nagyon jó helyre kattintottál, el kell mondjam neked, hogy ez nem véletlen, hogy most nézed ezt az alkalmat. Az Új Szövetség Gyülekezet Ima Pajzs című műsorát látod, innen jelentkezünk Miskolcról, a Nagyváti utca 6 szám alól. És reméljük már megnézted az Isten népe ébresztőt is, mert minden reggel 6:30-tól Isten igéjével kezdünk, ami csodálatos, és a legeslegjobb napindító. Nem tudok ennél jobb napindítót, mint hogy Isten igéjével kezdjük a napunkat, és meg lesz alapozva az egész napunk. És hogyha ennek az ima pajzsnak majd vége lesz, akkor buzdítalak téged, hogy tarts velünk továbbra is az Építs Imádó Oltár című műsorunkban, ahol pedig együtt fogjuk imádni az Urat, mert ez nagyon fontos, egyedül az Úr méltó az imádatra, a hódolatra és a hálaadásra. Övé minden tisztelet, őt illet minden imádat. Halleluja! És most szeretném meghívni a drága édes Szent Szellemet erre az ima alkalomra. Drága mennyatyám, a názareti Jézus nevében jövünk eléd. Itt vagyunk, Uram, ezen a csodálatos hétfő reggelen, Uram. És nem csak a napot, de az egész hetet veled kezdjük. Drága édes Szent Szellem, kérlek, gyere, és vegyél részt ebben az ima alkalmon. Te vezesd ezt az ima alkalmat, mert nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Köszönöm neked, drága Szent Szellem, hogy te adsz ma is világosságot, adsz világosságot az ige által, adsz kijelentéseket, adsz réma igéket, tudomokat minden olyan embernek, atyám, aki ezt ma nézi, és aki ma hallgatja, Uram, ezt az ima pajzsot, és köszönöm neked, drága édes Szent Szellem, hogy te mindig itt vagy velünk, hogy te soha nem hagysz el, hogy itt élsz bennünk, és annyira van rád szükségünk, drága Szent Szellem, mint a levegővételre, sőt jobban. Sokkal jobban. Egyedül rád van szükségünk, Uram. És ha keressük a te királyságodat, a te országodat, a te igazságodat, akkor azt mondod, Uram, az igédben, hogy minden más megadatik. Ha első helyen van Isten az életedben, akkor minden más megadatik. Köszönöm neked, drága édes Szent Szellem, hogy ma itt vagy, és vegyél lakozást, és vezesd ezt az ima pajzsot, és minden hálát, minden köszönetet, minden magasztalást neked adunk ezen a mai napon is. Halleluja! Tiéd a dicsőség, Uram! És ma azért fogunk imádkozni, egy nagyon fontos ima témát hoztam nektek, hogy Isten igéje vegyen hatalmat a nemzetünkben. Tudjátok, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Nem mindegy, hogy milyen alapokon áll, sem a saját személyes életed, a családod élete, a gyülekezet élete, egy ország élete, egy nemzet élete. Ugyanis nincs más kőszikla, nincs más sziklaszilárd talaj, amin állhatunk itt a földön, mint Isten igéje. Tudod, Isten igéje, maga Isten szava. Az ige, maga Jézus. És lehet, hogy te most úgy hallgatod itt ezt az alkalmat, hogy még nem ismered Jézus Krisztust, és nem érted, hogy miről beszélünk, és miért imádkozunk, de el kell neked mondanom, hogy az ima, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Én nagyon szeretek imádkozni. Tudod, én a személyes életemből elmondhatom neked, hogy Isten eddig is, és tudom, hogy ezek után is minden imámat meghallgatta, és minden imámra válaszolt. És Jézus Krisztus az egyedüli útigazság élet. Hiába keresel más utat ebben a földi életben, és hiába keresel más igazságot és életet, nincs élet, nincs igazság, csak egyedül Jézus Krisztus. És hogy mennyire fontos, hogy Isten igéje vegyen hatalmat. Tudod, nem mindegy, hogy egy ember, egy város, és főleg tényleg egy nemzet élete, milyen alapokon áll, mi az alapja a te életednek. Ha jön egy kihívás, ha jön egy probléma, csak nézz körbe a világba, semmi más nem látsz, mint viszályokat, nemzet támad nemzet ellen, ország ellen, emberek ellen, a szeretet sokakban meghidegült. Nem találsz valódi, mély, igaz szeretetet, igaz békességet, igaz megnyugvást, igazi örömöt ebben a világban. Ha körbenézel, csupán a természeti katasztrófákat látod, és el kell mondjam neked, hogy ez mind-mind meg van írva ugyanúgy Isten igéjében. Minden, ami eddig történt, ami történik és ami történni fog, az egyedüli, hiteles forrás Isten igéje. És ezért nagyon fontos, hogy a magyar nemzet életében is ez legyen az alap.
és nincs más alap, amire építhetjük az életünket. Mert akkor jön egy szél, jön egy kis hullám, jön egy kis vihar, és összedől, és összeomlik, mint a kártyavár. És bátorítalak téged, hogyha még nem fogadtad be Jézust a szívedbe, akkor tedd meg ezt a mai napon, és tudjad azt, hogy az Atya vár téged. Az Atya vár téged haza, és várja azt, hogy az egyedüli fiát, Jézus Krisztust, akit azért küldött, hogy megváltsa a mi életünket. Azt írja a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És erre hívlak most téged. Az Atya hív téged, és az Atya vár téged haza, és az Atya szeret téged. És ezért fogunk most imádkozni, hogy Isten igéje teljes hatalmat vegyen Magyarországon, a magyar nemzetben, és teljesen át tudjuk adni magunkat Istennek, az egész életünket. És még mielőtt imádkoznánk, hoztam nektek igéket. Az apostolok cselekedetei 19:20 azt mondja, eképpen az Úrnak igéje erősen növekedik, és hatalmat vesz vala. Halleluja! A Zsoltárok 33:4 azt mondja, mert az Úr igéje igaz, és minden cselekedete hűséges. És még egy igét hoztam nektek, a Zsoltárok 33:10-12. Az Úr semmivé teszi a nemzetek tanácsát, meg hiúsítja a népek gondolatait. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Áldott nép az, amelyet örökségül választott magának. Tudod, az ige gyönyörű, az ige csodálatos, az ige felépít, az ige az egyetlen szikla, szilárd talaj, amire építheted az életedet. Azt írja ugye itt az ige, amit felolvastam, hogy Isten igéje igaz, és minden cselekedete hűséges. Tudod, Isten nem tud rosszat cselekedni, mert ő maga a jóság, maga a szeretet, és nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy megerősödj az igében, és hogy hatalmat vegyen az ige a te életedben, a családodban, a gondolataidban, mert tudod, olyan idők jönnek, hogy nem fogsz tudni megmaradni ebben a földi életben, ha nem ragasztod magad oda, és nem tapadsz hozzá radikálisan, teljesen Isten igéjéhez, mert nincs más út. És most ezért fogunk imádkozni, halleluja, drága mennyi atyám, imádkozunk most, és itt vagyunk, atyám, Miskolcon, a Nagyváti utca 6 szám alatt, Uram, és köszönöm neked, hogy egybe kapcsolódhatunk, és bárhonnan nézel te most minket, bárhonnan vagy az országból, vagy külföldről, köszönöm neked, drága mennyi atyám, hogy összetudunk kapcsolódni a testvéreimmel, minden egyes emberrel, mindegy, hogy milyen felekezethez tartozol, vagy milyen vallásnak tartod magad, most egy akaraton gyere és imádkozzunk, és köszönöm, Uram, hogy eléd hozzuk ezeket az igéket, és eléd hozom, atyám, azt, hogy a te igéd, azért imádkozunk, hogy hatalmat vegyen a nemzetünkben, hogy minden más, ami hamisság, minden olyan, ami az Isten igével ellentétes, az ne tudjon hatalomra törni, az ne tudja az emberek életét befolyásolni. Ne tudjanak befolyást engedni, Uram, az emberek, minden, tehát csak a te igédnek, és minden más vágasson le, minden más legyen semmissé, Uram, mert nincsen más alap, Uram, amire építhetjük az életünket, és ezért imádkozunk most, drága mennyi atyám, hogy a nemzetünkben, a magyar nemzetben egyedül a te igéd legyen a vezérfonal, az legyen a világosság, az legyen az útkészítő, hogy köszönöm neked, drága mennyi atyám, és szólom most ezt, és hálát adok neked ezért, Uram, hogy együtt egy akarattal imádkozhatunk a testvéreimmel, és összekapcsolódva, Uram, és milyen jó, Uram, az igaz embernek a buzgóságos könyörgése, Uram, mert te meghallgatod ezeket az imákat, Uram, hogyha ketten vagy hárman összegyűlnek, és most sokkal többen vagyunk, sokkal többen nemzetekből, országokból, és te is, aki most ott vagy a képernyő előtt a saját nemzetedre, szóljad az igét, és szóljad azt, és hirdest ki, bárhol vagy a világon, bármilyen országban, mi itt vagyunk Magyarországon, és most a magyar nemzetre valljuk meg ezeket az igéket, és imádkozunk, és köszönöm neked, drága mennyatyám, hogy Isten igéje vesz hatalmat, és minden ember életében, Uram, a családokban, az elmékben, és semmi más nem engedünk meg, semmi másnak nem engedünk befolyást, Uram, egy százalékot nem
szeretnénk a világból, egy százalékot sem, egy kicsit sem, mert ami nem fér bele, Uram, a Te igédbe, azt mi nem szeretnénk, és én hiszem, hogy a nemzetünk se fogja szeretni, mert a Te igéd, Uram, az egyetlen fény, az egyetlen világosság, az egyetlen út, az egyetlen igazság. Nincs más igazságom, Uram, nincs saját igazságunk, és Atyám, amit Te az igédben leírtál, hogy azt tartod jónak, az jó, amit rossz, az rossz, és ez az egyetlen vezérfonal, Uram, és mi ehhez ragaszkodunk, mert Te vagy a mindenható teremtő Isten, és ki vagyok én, ember, hogy kétségbe vonjam a Te szavadat, drága mennyi Atyám, a Te teremtő szavadat, és azt mondod, Uram, hogy imádkozzunk, hogy szüntelen imádkozzatok, azt mondod, Uram, az igédben, és mindenben hálákat adjunk, Uram, és így imádkozunk most a magyar nemzetért, hogy Istenem, a Te igéd vegyen hatalmat, semmi más, Uram. Mert hogyha a Te igéd hatalmat vesz, és befolyik minden ember életébe és családjába, és befolyik a nemzetekbe, Uram, akkor ott megváltoznak az életek, ott megváltoznak a nemzetek. Halleluja, köszönöm neked, drága mennyi Atyám, és ott halaknak a sokasága lesz, mert Te vagy az élet, és ahol jön az élet, ott a halálnak vége, mert az élet legyőzi a halált. És köszönöm neked, drága mennyi Atyám, hogy a magyar nemzet nem egy halott nemzet, a magyar nemzet nem egy száraz, egy kiapadt nemzet, és az emberek nem kiszáradnak, hanem felépülnek, megépülnek. Halleluja, köszönöm ezt neked, drága mennyi Atyám, és most minden dicsőséget, minden hálát, minden magasztalást, Uram, neked adunk, és köszönöm, hogy Te hűséges Isten vagy, Uram. Nincs más Istenünk rajtad kívül, Atyám. Nem imádunk idegen isteneket, nem megyünk el más istenekhez, mert csak egyedül Te vagy, Uram, az útjelző. Nincs szükségünk természetgyógyászokra, nincs szükségünk jósnőkre, nincs szükségünk, Atyám, idegen istenekre. Nincs szükségünk, Uram, ezekre, mert a Te igéd egyedül az, ami megáll. A Te igéd egyedül az igazság, minden más, mindenki legyen hazug, de Isten igéje igaz. Istenem, Te igaz vagy. És ezért most neked adunk hálát és dicsőséget és magasztalást. És köszönöm ezt neked, Uram. Köszönöm. Köszönöm, Uram, hogy a Te igéd ad világosságot minden nemzetben, Uram, mert ez az egyedüli világosság. És átadjuk, Uram, a vezetést, az életünk kormányrúdját. Átadjuk, Uram, neked, mert mi nem tudjuk magunktól, hogy hogy kell élni ezt az életet. De Te, Uram, Te mindennel megajándékoztál már minket. És hogyha engedelmesek vagyunk, azt mondod, Uram, az igédben, hogyha hajlandóak és engedelmesek vagyunk, Uram, a föld javaival élünk, Uram. És ez a Te akaratod, Uram, hogy megépüljünk, hogy itt a földön a Te királyságod kiterjedjen. Nem az dicsőít Téged, Uram, hogy szegénységben, betegségben élünk, mert ezek nem Tőled vannak, Uram. És a nemzetünk is, köszönöm, Uram, hogy meggyógyul a fizikai betegségekből, meggyógyul a lelki betegségekből, meggyógyul a szellemi betegségekből, és minden, ami régen rá rakódott, Uram, de nem a Te igéddel azonos, azok levágatnak a nemzetünkről, Uram, levágatnak az emberekről, és a családokról, és az elmékről, minden elmebeli magasság, Uram, a Jézus Krisztus szent nevében, mert Tiéd, Uram, az ország, Tiéd a hatalom és a dicsőség, és Téged illet minden dicsőség, Uram, a názareti Jézus nevében. Amen. Halleluja! Nagyon jó veletek együtt imádkozni, és nem tudom, Te hogy vagy vele, én teljesen feltöltöttem, és nagyon hálás vagyok Istennek ezért a műsorért, ezért az ima pajzsért, és tudod, az Új Szövetség gyülekezet hálózata már 20 országban jelen van, és folyamatosan terjedünk ki, folyamatosan növekszünk, és ez Isten kegyelméből van, minden az ő dicsőségére, és hívlak téged, hogy minden hétfőn és minden pénteken tarts velünk itt az ima pajzsban, valamint ugye az Isten népe ébresztőben minden reggel, és amit még szeretnék a figyelmedbe ajánlani, az nagyon fontos, elindult nemrégen egy új műsorunk, ez a heti manna. Itt az Új Szövetséget tanulmányozzuk és olvassuk levélről levélre, és év végéig ki fogjuk olvasni az egész Új Szövetséget. És tudod, nagyon fontos, hogy legyen igei ismereted. Azt írja az ige, hogy elvész az én népem, mert tudomány ismeret nélkül való. Hogyha nincs ismereted arról, hogy ki vagy Krisztusban, ha te nem tudod, hogy ki vagy,
akkor nem fogod tudni befutni a pályádat, betölteni az elhívásodat. Tudod, ha egy autóban nem tudod, hogy van klíma, akkor nem tudod használni. Mert nincs róla ismereted, nincs róla tudomod, hogy az a te rendelkezésedre áll. És tudod, ez nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuld azt itt a földi életedben, hogy ki vagy te Krisztusban. Mert el kell neked mondanom, hogy ha te úgy nézel minket, hogy még nem fogadtad be Jézus Krisztust a szívedben, ne halogasd, mert az idő közel, Jézus visszajön. És tudod, hogyha ebben a pillanatban jönne vissza Jézus Krisztus, akkor én elmennék, és a ruhám itt maradna. De ha te még nem tetted úrrá Jézus Krisztust az életedben, akkor te itt maradsz, és ne akarj itt maradni. Olyan idők jönnek, már most érezhető, ha körbenézel a világban, már most érezhető, hogy utolsó időkben élünk. És ne akarj itt maradni, hanem akarj te is elragadtatni Jézus Krisztussal együtt. És tudod, az én személyes életemben, tehát én már nem szeretnék világi, nem szeretnék földi célokban kiteljesedni. Nincsenek tulajdonképpen nagyon nagy földi céljaim és vágyaim. Azt szeretném, hogy a Isten királysága előre haladjon, hogy minél több lelket meg tudjunk menteni az örök kárhozattól, és hogy betöltsük az elhívásunkat, én is, és tudod, Isten azt szeretné, hogy te is befussd a pályádat. Mert Isten szeret téged, Isten vár téged haza. És hogyha nincsen gyülekezet a közeledben, vagy jelenleg nem tartozol semmilyen gyülekezethez, akkor invitállak téged, hogy csatlakozz hozzánk. Van egy online gyülekezetünk is, ami már több mint 700 tagot számlál. Isten dicsőségére, és folyamatosan növekszünk. És az online pásztoraink várják a jelentkezésedet. Ugyanis, hogyha beregisztrálsz hozzánk online tagnak, akkor fogsz kapni egy online pásztort. És tudod, ez nagyon jó, mert nem vagy egyedül. Nem leszel egyedül. Isten családban gondolkodik, Isten nem azt akarja, hogy egyedül legyél. Ő adta a gyülekezetet, ő találta ki a közösséget, azt mondja az ige, hogy el ne maradjatok az egybegyülekezéstől. Úgyhogy az Atya vár téged is haza, és jelentkezz hozzánk, és fel fogjuk veled venni a kapcsolatot, és bátorítalak még, hogy kövessd a további minden alkalmainkat, vannak péntekenként Dávid sátora nyilvános alkalmaink, és vasárnaponként pedig 10 órától az Isten tiszteletek. Kövessetek minket! De ami a legfontosabb, hogy fogadjátok be Jézus Krisztust az életetekbe, és tegyétek úrrá, mert ő az egyedüli út, igazság és élet. Isten áldjon benneteket! Minden hétköznap reggel, ima pajzs! Keresek valakit, aki a falakon áll. Keresek valakit, aki a résekre áll, az országért, a nemzetünkért. Ezért imádkozom szellemben, és imádkozom értelemben. Ima pajzs.